Szívünk minden tiszteletével gratulálunk, és személyes életéhez egészséget, boldogságot kívánunk. Nagyon örülök, és meglepett minden esetre, mert én harmadszorra kaptam meg már ezt a díjat. Ez valahol bizonyítja azt is, hogy egy kicsit jól dolgozunk, a gyerekek nagyon szeretnek oda járni, ez a legfőbb bizonyítéka, és nekünk nincsen utánpótlás gondunk, tehát nekünk inkább az a problémánk, hogy nagyon sokan vívnak, nagyon szeretnek oda jönni, és ezt nagyon szeretném köszönni a gyerekeknek, szülőknek, mert hát ez a munkánk elismerése, és ilyenkor is ilyenkor kapok visszajelzést a kitüntetésre, és hogy lehet, hogy egy kicsit megfókoztam érte. Ez egy nagy képviségnek hangzik, de tényleg igyekszünk a gyerekekért mindent megtenni. Szabó Ilona alapító tagja volt az 1992-ben megalakult Senior Egyesületnek, a Gyulai Atlétikai Klubnak. Senior versenyek állandó résztvevője. Magas és távolugrásban 60 és 100 méteren egyaránt nyert országos bajnokságot. 2017-ben magasugrásban korosztályának szabadtéri országos csúcstartója. Most elmondom, nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ezt most kiérdemeltem ezt a díjat, mert igazából valahol egy célom volt egy ilyen, de a legfőbb célom az, hogy ami nem fáj, addig tudjak mozogni, és hogy céljaimat is elérjem ezek által. A legfőbb célom az most az idén, szeretnék egy nemzetközi versenyen részt venni, pontosabban Malagában rendezett világbajnokságon fogok részt venni. Itt a számomban, a magasugrásban szeretnék jó eredményt elérni, de megpróbálom a távolugrást is ebben a versenyszámban. Ami még a díjhoz kötődik, igazából nagyon megköszönöm azoknak, akik velem együtt dolgoznak, mert ezt én egymagam nem értem volna el soha. Ez egy közös munka eredménye, és nagyon sajnálom, hogy ők most nem lehetnek itt. Igazából úgy lett volna ez együtt nagy öröm számomra, most mindannyian. De vannak itt személyek, akiket elkísértek, és nagyon örülnek célnak, és örülök annak is, hogy végre ezen a sportpálon, ami a városnak egy nagyon nagyszerű rendezvénye minden évben, most már a senior atlétáknak is, illetve a senior sportolóknak is díjazzák. Ez egy nagyon nagy előrelépés nekünk is. Jánus szorgalmas kitartó versenyző, mind az úszó, mind a bowling versenyek rendszeres résztvevője. Hát én örülök ennek a kitüntetésnek már. Ez már a hetedik alkalommal van már a kitüntetésem. Több éve csináljuk, már több éve készítem fel a bowling versenyzésre, és azt gondolom, hogy most arra ért be, tehát gyakorlatilag ezek a heti egyszeri, kétszeri vagy többszeri edzések, amik most már beértek, és folyamatosan hozza az eredményt a fiatalember, hogy elmondták, első, második hely csapatban, városban, egyéniben folyamatosan nagyon jó eredményeket ér. Nagyon büszke vagyok a Janira, én Budapestről érkeztem, én nem a Harukán Egyesület tagja vagyok, de én is bowlingozok, mint a Jani, én másik egyesületben, de kimondhatóan büszke vagyok rá, hogy megkapta ezt a díjat most, és remélem, hogy a jövőben is még sok ilyen díjjal fog részesülni. Az év edzője címmel járó serleget vehet át Barna Károly, Asztalos Anna Bella felkészítéséért, a kézilabda sportág iránti elkötelezettségéért. Hát abszolút meglepett ez a mai este, főleg azzal, hogy díjazva lettem itt fél éves teendő után. Hálás vagyok az Egyesületnek, hogy ilyen szeretettel gondolnak rám, és ilyen szeretettel viselkednek irántam. Nagyon megtisztelt ez a díj. Még egyszer nagyon köszönöm azoknak az embereknek a bizalmát, akik lehetővé tették, hogy most én díjazott legyek. Mindnyájunk nevében tisztelettel gratulálok a díjazottaknak, akiket arra kérek, fáradjanak ide egy közös fotó erejéig.